A most készült pannót az idei 16. ifjúsági művésztelepen kezdték el a diákok. A táblakép 3 méter hosszú és 1 méter széles, és célzottan a Bartók iskola folyósó falára készült. Karsai Ildikó ötlete alapján a kép Bartók Bélának állít emléket, és a zene a témája. Képen egy elképzelt zenekar, amelyik egy ugyancsak képzelt színpadon egy kórust kísér éppen. A színpad egy kicsit a hagymaházra is utal, itt a sötét háttérre gondolok, illetve a fényfüzérekre. Itt ötletes kétoldali függöny, illetve megszemélyesített kürtök adják a keretet. A tavalyi nagy siker után idén is készítettek a diákok egy pannót, vagyis nagyméretű táblaképet, mely ötletének kigondolására, illetve a többiek vezetésére Gera Ákost kérték fel. A fiatal tehetség, amint megkapta a témát, már is ceruzát ragadott, és hozzá kezdett a rajz felvázolásához. A művésztelep kezdete óta csináltuk, nagyjából 2 hétig, tehát legelejétől kezdve én elkezdtem az alapozást, utána még a legutolsó percekig csináltuk. Az elkészült kép a hangszerek világába kalauzol el bennünket, ezért ennek felavatását egy jeles eseményhez időzítették. A zene világnapja, tehát ha már a zene témájában készült a pannó, és zeneiskolába került, ez azt hiszem, hogy legindokoltabb apropó lehetett. A Makó és térsége ifjúsági művésztelep alkotását megtekinthetik a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola folyosójának a falán.